okupili smo se sada ovako neuobičajeno povodom nekih tragičnih događaja. Pozvali smo vam i predstavnike roditelja, tu su predstavnici organa unutrašnjih poslova, društvene zajednice, a tragičan razlog zbog kojeg smo se okupili jeste tragična smrt jednog učenika Beogradske gimnazije, jednog 16-godišnjaka, sigurno ste čuli na televiziji, čitali u novinama. On je žrtva nasilja koja hara sve više i među decom. A mi smo tu da vas zaštitimo zajedno sa roditeljima, sa organima unutrašnjih poslova, a tu ste vi oni koji najviše morate da činite na tom planu. Kad veš gdje rekao neko moju manifestaciju, ono kad nogim trogi kuš pokao van, mislim ja ova štata ko zviša, pa ova tata ko radi oba, koji je muhti i ten, i ti zemlja ti veš gimnazišta, neko hvala. Hvala tata, mislim ja ono. Kao što je ovakvim slučajevima red, ja vas pozivam da minutom čutnje odamo poštu Nikoli Kovačeviću, preminulom učeniku gimnazije. Što rekli na gledate ga tu, eć pet solda tašao, ruju kak je djela tim kjet. En neko, ti o to onak, en neko djerek neko za mnije kjena ljud. Ok, kičit, jel kipa iš onda koj, it, nem kiva ne djela im šik, lutatko si kjetujem tamo za što. Tako što ko, eć pet solda tašao, ruzum Nikolaj Nijedin. Možete li gledati rebit kiš njim šorom prubalu odrak idealna stati njim nemki kvile kiteket ega odrak irni koj sarata fel turiju diša odrak idealna diša odrak idealna našo se. Sada će vaši drugovi sa recitacijama moliti vas i ukazati na to da moramo paziti jedne na druge, moramo biti to. Bože, ne dopusti da srce naše ostane prazno, nego daj, pošto od Tvoje volje sve zavisi, da uvek želimo i da se nadamo i da to što želimo bude dobro i stvarno i da naša nada ne bude dobro i stvarno i da naša nada ne bude isprazna. Daj da predmet naših želja bude viši i lepši od našeg života i da se dobroj nadi nikada ne izneverimo zbog kratkih i varljivih ostvarenja koja zaklanjaju ljudi i lažno obećavaju od. Daj nam prav put sa prolaznim posrtanjima, a sa mirom i slavom na kraju. I daj nam mudrost i hrabrost kad nam daješ iskušenja. Ima ku da pošli i lutali, ne daj da na kraju ostanemo izvan tvoje sveobilne harmonije, jer to svake sekunde, na svakom mestu, svakim delićem biće želi. Petőfi Sándor, jövendő is. Mondd el, anyám, hogy álmainkat éjjente festi égi kéz, az álom ablak, melyen által lelkünk szeme jövőbe néz. Anyám, álmodtam én is egyet. Nem fejtenéd meg, mit jelent? Szárnyaim növének, s átröpültem a levegőt a végtelen. Fiacskám, lelkem drága napja, napomnak fénye, örvendez, hosszúra nyújtja érted Isten, áldod a boldog titkolás. És nőtt a gyermek, lángra lobbant, meleg kedlén az ifjúból. És a dal malasztos enk a szívnek, mint egy hulan. Neked ti szrecse pozlati zselje, neked ti oszmeh pozdari veselje,
neka se sunce samo tebi sme, za vas sve, tebi sve. Neka ti oblak podari kiše, neka ti vetar suze briše, neka ti reka umije lice, neka ti pesmu poklone ptice. A ja ću ti dati nešto maleno, samo za tebe, dobro skriveno. U kišnom danu, u moru dubokom, umignuću ti veselim okom. Kostolányi Dezső, akarsz-e játszani? A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni? Akarsz-e mindig, mindig játszani? Akarsz-e együtt a sötétbe menni? Gyermekszívvel fontosnak látszani. Nagy komolyan az asztalfőre ülni, borból, vízből mértékkel bővenni. Gyöngyöt dobálni, semminek örülni, sóhajtva, rossz ruhába tölteni. Akarsz-e játszani mindent, mi élet, havas telep és hosszú-hosszú ősz? Lehet-e némán tiátini véled, rubin tiát, sár és sárka pára bűz? Akarsz-e teljes, tiszta szívvel élni, hallgatni hosszan, néha néha félni? Hogy a körül tolják áll a november, ez utca seprő, szeplő, beteg ember, kifügyülsz az ablakunk alatt. Akarsz játszani kígyó, madara? Hosszú utazást, vonatot, hajót, karácsonyt, álmot, mindenféle jót. Akarsz játszani boldog szeretőt? Szillelmes hírás, szigetlenkét. Akarsz-e élni? Élni mindenki. Játéka van élni, mely van örömmel. Világok közt feküdni lenn a földön, és akarsz játszani talán. Lovi mesec na Srbiju, razapeo je. Četiri mi zvijezde paduše u mene. Obećaj mi meseče da ćeš nas sačuvati i da neće vetrovi pati na sudu. Obećaj mi meseče da u tebi ima snage da pomogneš svim dobrim ljudima. Zakuni se meseče, sazvežde ti Bog, da nas noća sačuvate ti i dragi Bog. Obećaj mi meseče da nećeš odgovoriti i da neće istorija opet zaponovati. Mesec sidro bacio je u nebeske vode i nikako s prozora mog neće dobiti. Szabó lőrinc, imádjának egy kint. Fák, csillagok, állatok és kövek, szeressétek a gyermekeimet. Ha messze voltak tőlem, az alatt eddig is rántok biztonságokat. Igazán mindig csak jók voltatok. Szeressétek őket, ha meghalok. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligeték, szeressétek a gyermekeimet. Te homokos, köves, aszfaltos út, vezess okosan a lányt, a fiút. Csókolt helyettem, szél, az arcukat, fű, kő, lépelme a fejük alatt. Kimelt őket gyümölcsel, almafa, tanítsd őket, csillagos éjszaka. Tanítsd, elengedj, te is drága nap, csend és övükbe, titkos örömmel. S ti mind, élő és halott anyagok, tanítsátok őket, felhők, sasok, vad villámok, jó hangják, kis csikák, vigyázz rájuk, hatalmas világ. Az ember gonosz, benne nem bízom. De tűz, víz, ég s föld igaz rokonom. Igaz rokon, hozzátok fordulok. Tűz, víz, ég s föld leszek, ha meghalok. Tűz, víz, ég és föld, s minden istenek. Szeressétek! Nekolikor a Genica, intoleranzi.
Tolerancija je strana reč, koja znači dopuštanje mišljenja i ponašanja, koje mi lično ne prihvatamo i sa kojim se lično ne slažemo. Tolerancija je način razmišljanja o drugim ljudima. Ovakav stav neguje prihvatanje drugih ljudi onakvi kakvi oni jesu. Prepoznaje se u ponašanju koja uvažava drugačije mišljenje, prihvata drugačije interesovanje, drugačiji oblik provođenja slobodnog vremena, jednostavno prihvatanje drugačijeg načina zadovoljenja svih ljudskih potreba. Svi ljudi su različiti i svoje vrsne jedinke sa svojim jedinstvenom načinom ponašanja, interesovanja i vrednosti. Tolerancija je poštovanje drugih ljudi u celini, poštovanje različitosti. Tolerancija može da se uči, možemo da naučimo da poštujemo naše drugove, ljude oko nas. Jednostavno tako da ih prihvatimo sa svojim osobenostima, sa svim različitostima i sličnostima. Jedino, ostaje nam kao zadatak da ne budemo tolerantni na nepravdu kada je nečije pravo ugroženo. Onda to ne treba tolerisati, već reagovati jer smo odgovorni jedni za druge. Nihaj možda to pitanje tolerancija, ali da se ja znam nekako to ulošli. A tolerancija je i dadi na redakusu. Azt jelenti megengedni a néző különböző vélemény viselkedés. A tolerancia az emberek tiszteletéről, elfogadásáról szól. A viselkedésben nyilvánul meg, oly módon, hogy elismerjük mások véleményét, a magunkétől eltérő érdeklődés, a sajátunktól eltérő szabadidő elköltését, egy szóval elismerjük az emberi szükségletek különböző kielégítési módon. Valójában a tolerancia azt sugallja, hogy fogadjuk el és tiszteljük az embereket, a közöttük lévő hasonlóságokat és különbségeket egyaránt. A tolerancia tanulható. Meg tudjuk tanulni, tiszteletben tartani a barátainkat, a körülöttünk lévő embereket, egyszerűen elfogadva őket, mint egyedi, megismételhetetlen lényeket, minden külső és belső tulajdonságukkal, képességükkel, készségükkel. Feladatul maradt számunkra, hogy ne legyünk tolerancsak az igazságtalanságra, ha valakinek a jogát megsérti. Ebben az esetben mindenki felelős és elutatni. Mi ezekkel a szavakkal szerettük volna ezt a megemlékezést gazdagabbá tenni, szebbé tenni, azt mindenképpen el kell még, hogy mondjam, ti is tudjátok. Itt, a mi iskolánkban is történtek nagyon-nagyon szomorú esetek. Nagyon szeretnénk, hogyha verekedés miatt, türelmetlenség miatt nem kéne büntetéseket kívánni. Nagyon szeretném azt, hogyha valakinek vitája van másikkal, azt türelemmel, odafigyeléssel, szeretettel oldalán meg. Ne kelljen orvoshoz jönni senki. Tudjátok azt, hogy leütöttek tanulót, tudjátok azt, hogy véresre vertek tanulót, itt a jó karmában, nem szabad ezt megjelni. Nektek is kell figyelni egymást. Én úgy gondolom, hogy ez a mai rendkívül osztályfőnök jóra, hogyha így akarjátok, egy kicsit ehhez hozzásegít. Drága Deco, mi dolgoznám te, de így nézd a Lémáni Mázsavaszt, megkezdte Csajek a Voltaus Fünnő, Rázli Vica, Kocsák, Pavleda, Zájszte, Iznám te, de azt a Bogi Gyúcsani fogod meg Ára, ne ezt nem utaz valíti, lesz egy tojós jelen valami, akkor nekünk Lémáni te szúkod egy Fevatóra esíti, az a zsárlány, pázsnya, tolerancia. A povaj današnji, da tako nazovem, zajednički čas od elekciju starešine. Za vas sve, od možda, a követke zemurara i za követke zemlju idio sotva.
azzal tudattal gazdagabban lépni, hogy egymásra jobban lehetek. Most be is végződik ez a megemlékezés, valami egy kis időnél szünetre, és folytatjuk a tanítást. Tímeszka, fogunk kommemoráció ez a esemény, azt, hogy Csíros Pála legyenzze adva, a posztán áztadja a szarádot, jelszín által, veszem a Mákulovak császakifek, Bogáti neki a múciával, mint a csema, személyiség kázsnak, posztmártra kibújtél a kácsati szívakon. Posztán Máma Hagyvára, áztadja a csema szarád, Radi Törőle, Tejsztadicia, Rostai Zájnice, Polícia, Vesérnap Pála és Oszmirásnak.